Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ma reggel. József, a bibliai Józsefnek az életéből most azt fogjuk megnézni, hogy ő hogyan reagált a kísértésekre. Józsefről tudjuk azt, hogy ő áldott ember volt, azt is tudjuk, hogy Istentől kiválasztott ember volt, de mégis elérték a kísértések. Az ő történetében azt olvassuk, hogy Egyiptomba kerül, és egy egyiptomi főembernek a házában, mint rabszolga, de mint egy kiemelt rabszolga éli az életét, mert Isten minden körülmények között megáldja őt. És aztán jön a kísértés. Ennek a főembernek a felesége, akit Potifárnak feleségének nevezünk, ez a feleség megkívánja ezt a rabszolgát, megkívánja ezt az áldást, mindaz, ami József azt úgy gondolja, hogy neki szüksége van erre, és mindenféle szexuális ajánlatokkal elkezdi bombázni őt. Jön a kísértés, és amikor ilyen helyzetbe kerül egy rabszolga, amikor az ura vagy az urának a felesége parancsol neki valamit, vagy mond valamit, akkor azt is mondhatnánk, hogy neki kötelessége lenne teljesíteni a kérést. Jön egy kísértés, egy szexuális ajánlat, és erre József úgy dönt, hogy nemet mond, hogy nem engedelmeskedik. Pedig megmagyarázható lenne, hogy ebben a helyzetben muszáj azt tennem, amit mondanak nekem. De József tud valamit. Tud valamit a kísértéssel kapcsolatban, és tud valamit az Isten áldásával kapcsolatban. Tudja azt, hogyha bűnt követel, hogyha elindul egy olyan irányba, ami a bűnnek az útja, akkor elveszti az Istennek az áldását. Akkor már nem azon az úton jár, amelyet Isten megmutatott neki. És ezért József úgy dönt, hogy inkább nemet mond a kísértésre. Mert tudja azt, amit a példabeszédek 10.22 mond, hogy az Úr áldása gazdagít meg. Hogy tényleg az Istennek a jelenléte, hogy van ott van az életünkben, akkor gazdagok és áldottak lehetünk. Ha viszont a bűn útján járunk, akkor az leamortizál bennünket, akkor az tönkretesz bennünket, és nem tudunk előre haladni, és nem jó irányba haladunk. Hadd kérdezzem meg, hogy te hogy vagy ezekkel a kísértésekkel? Amikor jönnek a kísértések, akkor megmagyarázod, hogy miért kell erre igent mondani? Miért kell tovább menni és engedelmeskedni ezeknek a kísértéseknek? Vagy tudsz egy ájt mondani, vagy stop táblát kitenni magad elé, és azt mondod, hogy nem megyek tovább. József életében, amikor ez a nő ezeket az ajánlatokat megteszi neki, akkor József elfut, ott hagyja. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mi volt könnyebb Józsefnek? Ott maradni, benne maradni a kísértésbe és aztán a bűnbe, vagy pedig elszaladni és elfutni? Hadd mondjam azt, hogy néha vannak olyan helyzetek, amikor a futás nem szégyen. Amikor elfutni egy nehéz helyzetből, vagy egy bűnös helyzetből kimenekülni, az nem szégyen. Sőt, ez az igazi erő. Amikor kapunk erőt ahhoz, hogy az igazság útján járjunk. Föltehetjük azt a kérdést is, hogy Isten miért engedte meg József életében, hogy a Potifárné ilyen kísértésekkel támadja őt. Isten miért nem védi meg az övéit a kísértésektől? Ha erre a kérdésre válaszolni akarunk, akkor ezt kell mondani, hogy Józsefnek szüksége volt ezekre a harcokra, a kísértésekkel szembeni harcokra, mert ebben való győzelem az segített neki abban, hogy jelenben erős legyen, és majd később, amikor Egyiptom második embere lesz, akkor ő egy olyan jellemes ember tudjon lenni, aki tudja, hogy mire kell igent mondani, és mire kell nemet mondani. És ha felteszed a saját életedben a kérdést, hogy de hát az Isten miért engedi meg az én életemben azt, hogy különböző kísértésekben legyek? Azért, hogy harcolj, hogy tudj nemet mondani a kísértésnek, tudj igent mondani az Istennek, és ezáltal tudj lépésről lépésre megerősödni. Jellemben, hitben, szellemben, hogy erős tudj lenni. Ma reggel József kérdésével szeretném befejezni, amikor ebben a kísértő helyzetben volt. Amikor a nő fölkínálja ezt a szexuális ajánlatot, akkor ezt mondja József. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Vagyis József ezzel azt mondja, hogyan követhetném el a bűnt? Hát ha elkövetem a bűnt, az elválaszt engem Istentől, ezért nem fogom elkövetni. Én az Istent választottam. Hadd kívánjak ma mindenkinek egy olyan napot, egy olyan győzelmes napot, amikor a kísértésekre így reagálunk. Azt mondjuk, hogy nem akarunk a kísértésnek engedni, nem akarunk a bűn útján járni, mi az Istent választottuk, az Isten útján akarunk járni, és nem engedjük, hogy bárki és bármi elválasszon bennünket a mindenható Istentől. Legyen egy ilyen győzelmes napunk ma.